A szakképzés átalakításában nagyon fontos szerepe van a helyi vállalkozásoknak, a szakképzőiskoláknak és az ezeket tömörítő szakképzési centrumoknak is. Ezért tartott vállalkozói fórumot Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja Dombóváron, ahol a szereplők találkozhattak egymással. A vállalkozók megtudhatták, milyen módon tudják érvényesíteni a január 1-től életbe lépett jogszabályokat, melyek a duális képzést szabályozzák finanszírozási és oktatás szervezési oldalról egyaránt. Tanulószerződés helyett ugyanis innentől szakképzési munkaszerződés köthető az új diákokkal, így egészen más alapokra helyeződik a vállalati szerepvállalás a duális képzésben. Én úgy érzékelem, hogy itt nagyon erős vállalkozói csapat működik. Nagyon jó iskoláink vannak a térségben. Az önkormányzat szintén támogatja az ilyen jellegű együttműködéseket, akkor ez elsődlegesen térségfejlesztés hatással is fog bírni. A mai napot is már úgy tervezték a kollégáim, hogy ne csak és kizárólag dombovári, hanem a kistérségi vállalkozók is itt jelen legyenek. A térségi összefogás ugyanis elengedhetetlen a sikerhez, Dömötör Csaba szerint. Egyes kis- és középvállalkozások például közösen tudnak a leggazdaságosabban bekapcsolódni az új rendszerbe. A szakképzési centrum kancellárja ettől azt várja, tovább növekedik majd a duális képzésben résztvevő, gyakorlati oktatást nyújtó cégek száma. A közös gondolkodás szükséges, hiszen egészen más alapokra helyeződik a képzés, egészen más a vállalati szerepvállalás a duális képzésben, helyi igényeket kell a helyi iskoláknak kielégíteni. Dombóváron leginkább a fémipari szakmákban dolgozó vállalkozások az elterjedtek, de erősíteni kívánják a képzést az újonnan épülő sportkomplexum kapcsán, a sportterületen is, illetve helyzetbe szeretnék hozni a szolgáltatási szektort, valamint fontos területnek tartják a szinte egyedülálló vasúti technikus képzést, mondta el a kancellár.